Megjelent Csabusa első léggitárválogatás albuma. Benne olyan klasszikusokkal, mint a Hová lett az immórendszerem, Száraz Béltó nedves partján, Kézikönyv keringő, A repülőmalac vallomása. Rendelje meg most kedvezményes áron. Sziasztok, daráljunk szét egy pályát! A mai áldozatot Comic 95 készítette, és ez a címe, hogy A letűnt civilizáció nyomában. Szóval ma Csabuána Jones leszek. Mielőtt nekiesnénk a pályának, azért azt elmondom, mert tudom, hogy lassan haladnak az információk, hogy már válogatok a darálóban. Két okból, egyrészt rengeteg pályát kapok, tehát hogyha ez így folytatódik, akkor nem tudom, rövid időn belül ilyen több éves lemaradásban leszek. Rövid időn belül, jó, oké, az is jó, igen, több év múlva több éves lemaradásba leszek. Hát ez igen, ez szép volt, mehet majd az intro elé. A másik pedig, hogy hát ez most nagyon gonosz lesz, de képesek vagytok ugyanolyan pályákat legyártani. Ugyanarra a szerkezetre épülő pálya, szóval elindulsz, és akkor hopp, egy labirintus, hopp, egy parkour, nem érted, hogy mi vagy, hol vagy, nincs is ám magyarázat, csak de annyi a pálya lényeg, hogy teljesítsd a próbákat. De ne, van 50, lehet, hogy keveset mondtam. 5 millió másik ilyen, úgyhogy nem kell, nincs rá szükség. Szóval, hogy a daráló se legyen olyan unalmas, úgyhogy megpróbálok érdekes pályákat összeszedni. Két színből áll a szűrő. Az első, hogyha indulásnál kreatív módban vagyok, vagy nem a kezdőhelyen, már nyomom is ki, nem húzom vele az időm. Szerintem ez elvárható, hogy legyen beállítva az indulás. A másik a minőségbeli megkötések, igen, ez a kicsit komplikáltabb. Elindulok a pályán, és hogyha azt látom, hogy a szokásos történet, hogy teljesítsd a próbákat, semmi magyarázat, csak úgy ott van előttem egy parkour pálya, az is annyi, hogy egy-egy blokk a levegőben, ugye a nagy pusztaság közepén. Tehát nem, tehát valami legyen benne valami kreativitás, valami érdekes, valami ötletes. Tehát ne az 50. ugyanolyat mutassam be, páran panaszkodtak is, és jogos. Persze régen az volt a hozzáállás, hogy lehet bármennyire rossz, akkor is lehet belőle valamit tanulni, de az a helyzet, hogy tényleg annyira sok ugyanolyan van, hogy csak beigazolódott az, hogy egy idő után már nem lehet. Remélem megértitek az új rendszert, ha nem tetszik, akkor hát csak azt tudom mondani, hogy küldjétek olyan videósnak, akinek minden tetszik, mindennek örül. Itt még mindig az a szempont, hogy valahogy növeljük egy kicsit a minőséget, úgyhogy itt kritikát fogok mondani, nem csak a jót, a rosszat is el fogom mondani. Most biztos ennek a sokkal jobb videós meg több mindent letett az asztalra, mint a hozzászólások. Na de nézzük a mai pályát. Egy ilyen nagyon egyszerű szobában kezdünk, csöpög a plafon, minden négy oldalon van valami. Gondoltam a készítőről oldalt kezdem, ha már úgy állította be, hogy arra nézek az elején. Üdv Csabusa a pályámon, készítő Comic 95, és van egy YouTube csatornája. Írjátok minden videója alá azt, hogy HAGYMÁS BAB! A felszerelés feliratú ládában vannak szadomazó bőrcuccok és íjvessző. Igen, íjvessző. Kedves Csabusa, rossz irány vannak. Az immórendszere Csabinyóniában szenved. Az mit jelent? Megtámadta a hülyeség. És mit lehet tenni? Mondogassa naponta százszor, hogy szeretem a hagymás baba. No! Szabályok, ne üsd ki blokkokat, ne csalj, játsz easy, nehézségi szinten, ne válts játékmódot. Az itemeid megmaradnak a halálodkor. Itemeid, most komolyan erre szükség volt? A gombokat mindig nyomd meg. Ami legfontosabb, élvezd a játékot. Nagyon jól fogom magam élvezni. Végül indítás, teleport, kapunk egy könyvet történet címmel. Na, izgultok, hogy milyen fergeteges történet vár ránk? Invalid book tag. Ez a legszebb romantikus történet, amit életemben hallottam. Ilyet 1.8-ban akkor csinál a játék, hogyha a GIF parancsból kiadjuk a könyv szerzőjét vagy címét. A készítő 1.7-ben csinálta a pályát, én meg automatikusan 1.8-ban indítottam el. Most kivételesen, nagyon helyesen odaírt, hogy melyik verzióba kell elindítani, de egy kicsit hosszú a dolog, a lényeg az, hogy végülis rossz verzióval indítottam el. De nem azért, mert figyelmetlen vagyok. Ezt most csak azért mondom, mert hogyha 1.7-ben csináltok pályát, akkor érdemes odaírni a szerzőt és a címet is, hogyha parancsból adtok hozzá megírt könyvet, hogy 1.8-ban is tök jól működjön.
Amikor a házadat építetted, elvesztetted az eszméleted, és itt találtad magad. Kinéztél az ablakokon, de csak romokat láttál, és az ajtó el volt torlaszolva. Csak egy régi vasútrendszerrel lesz rá a földön lévő lyukban. Vajon hová vezethet? Van egy láda csillékkel, utána vasút. Az utazáshoz olyan milyen zene illik? A végén még gondolatom is van, kiépítette ezt egy őségi civilizáció, mindenesetre a vasútvonal megszakadt, és úgy látom elöntötte a láva, vajon hogyan jussak át? Nem tudom, csalásnak-e számít beírni a spam pointot, de nem szerettem volna előről indulni. Kicsivel arrébb láda, benne egy papír, amire az van írva, hogy 1/3. Mi ez? Egy ősi tekercs? Ismeretlen nyelven. Ezután következett az elkerülhetetlen, megmártoztam a lávában. Következő próbálkozásnál is megismételtem a dolgot, mert annyira élveztem. Itt már fogcsikorgatva mondogattam, hogy ne váltsak kreatívba. Végül is sikerült átjutnom az akadályon, kivettem a ládából a kocsit, megjelent egy írás, de az ég is nem múlt el, és hihetetlen reakció időmnek köszönhetően az utolsó szívecskénél, amikor már nem volt időm, eszembe jutott, hogy spampointot kellett volna beírni. Na de lássuk, mi volt az írás, gondolat, itt is van egy bányás csille, talán ide vezetett a vasútrendszer. Egy elágazás nélküli alagútban vajon merre is mehetett volna? Nem is tudom, ezt kifog rajtam. Akinek van ötlete, az írja meg. Szóval ezután a szöveg után kiderült, hogy nem egy okos karaktert játszom. Egy kis lépcső, fent kapu, kiírások, ezúttal tarkában. Úgy látszik, itt tanultam meg a készítő, hogyan lehet színezni a cseten lévő kiírásokat. Egy zöld gondolat. Ez lehet az a civilizáció? Talán nem is olyan ősi? Utána egy sárga feladat, találd meg a kulcsot, és helyezd az aranyblokkra. Aztán egy kék, az emberek beszélgetnek, ki az az idegen? Hogy került ide? Mit akar tenni? Még kékebb gondolat, miért ilyen zavartak? Talán félnek? Jaj, süllyed az ikkú. Itt egy idegen, miért is félnének? Talán az előző hely is egy virágzó város volt, mint ehhez? Mi pusztíthatta el? Egy legenda szagát érzem. Vagy csak a hagymás babot. Vagy a te szagodat, tűnj már innen! Oldalt egy spam point, jó ötlet, de egyrészt lehetne feltűnőbb helyen, másrészt lehetne sűrűbben, például a lávás résznél. Itt nem egészen volt világos, akkor most menjek végig a házakon, mindenkihez törjek be, és megnézem, hogy van-e nála kulcs. Nem derült ki, de hát nem volt más, úgyhogy ezt csináltam. Az egyik házban találtam is egy bliblablu 2/3-at, egy újabb tekercs? Vajon mi állhat benne? Kicsit megnéztem közelebbről a középen lévő építményt, hát ugye azt hitt, hogy az aranyblokkra most itt mindjárt van 9, valószínűleg a középsőre kell, sőt most már utólag tudom is, hogy a középsőre kell, csak hát na, most rakhattam volna akár a sarkára, és ott is aranyblokk van. A másik, amit már félve kérdezek meg kalandpályáknál, hogy honnan ez a feladat, tehát találok egy idézőjeles ősi civilizációt, és akkor hoppa semmiből, nem tudom, Isten szól, vagy nem tudom, hogy rakd oda a kulcsot az aranyblokkra, de hát miért, meg most én... Tehát értitek? Ja, mindegy. A többi házban nem volt semmi érdekes. Az egyik árusnál a kemencében találta meg a kulcsot, ami egy resztonfákja volt. Ezután jött a látványos rész, nem olyan látványos, mint az üvegbetörés. De azért ezen is meglepődtem. Hol lehetek? Hová kerültem? Ez szín, arany? De a lényeg, hogy ki kell jutnom innen. Egy rejtélyes lény szól hozzánk, és jól van leírva a rejtélyes szó, hát ezt nem hiszem el. Itt meg is akadnám az alkalmat, hogy bizony a pályán viszonylag kevés helyesírási hiba van, nagyon korrekt. Beléptél a birodalmamba, ezt a közeljövőben megtorlom. Ez aztán a félelmetes fenyegetés, féljél, hamarosan jövök és megtorlom, hamarosan jövök, nem most, majd hamarosan visszajövök, most elmegyek, de majd visszajövök. Itt van egy kis ugrabugrálás, elnézzük, nem túl nehéz, meg tudtam csinálni elsőre, szóval még belefér.
fent hirtelen beesteledik, hasonló árnyalatú gondolataim támadnak, úgy tűnik a titok nem sokára kedirül. Jön a megtorlás, kegyelemből kapsz egy kardot, a civilizációt ne keresd többé, én pusztítottam el. Ez is ugyanaz. Hú, most elpusztítalak, de hogy legyen egy kis esélyed, adok neked egy fegyvert. Nem így kellett volna. Itt egy kicsit becsokiztam, mert két gáztot ólálkodik. Az építmény egyébként látványos, bár az üveget nem nagyon értem. Azonnal felfutottam a piramis tetejébe, hát ha megúszom harc nélkül. Ott volt egy bányakocsi, amit elpusztítottak a gáztok, úgyhogy nem tudtam megnézni, meg az elköszönés tábla, amit viszont a zombik miatt nem lehet elolvasni, úgyhogy kénytelen voltam harcra venni a dolgot. Köszönöm, hogy végigjátszottad a pályát, remélem tetszett, készítő Comic 95, minden jó, utóirat, ha összegyűjtetted az összes tekercset, akkor ügyes vagy. Lássuk azt a mérleget, az egyik dolog, ami tetszett, hogy kevés volt a helyesírási hiba, nagybetűvel kezdődtek a mondatok, volt központozás, lehet, hogy ez ilyen alapvető dolog lenne, alapvetően elvárható, de hát most mit csináljak, annyi nyelvtanimátor van, hogy már ez is pozitívnak számít. A másik a nagy piramis a végén. Ami nem tetszett, hogy is mondjam, hogy nem volt happy end, tehát én építettem a házamat, elkerültem valahová, oké, ott kalandoztam, nyilván az volt a célom, hogy kijussak onnan, hogy hazajussak, vagy nem tudom, meg a gondolatokban nem derült ki, csak így mindenre rácsodálkoztam. És a végén igazából megtaláltam egy piramist, nincs ott senki, ne keressek senkit, ennyi, és akkor én most ott maradok, ott élek, tehát olyan kérdőjelek maradtak a végére. A másik dolog, ami nem tetszett, hogy nagyon buták voltak a karakterek, tehát akit én játszottam, az így rácsodálkozott mindenre. Jé, itt egy vasút, jé, ideig tartott a vasút, jé, itt emberek vannak, jé, hová kerültem. Jó, nem tudom, milyen mélyen szántó gondolatai lehettek volna, de akkor fölösleges volt kiírni, mert így bennem azt a hatást keltette, hogy hát kicsit szegény butácska. Meg a főgonosz is, hogy hamarosan véged lesz. Elpusztíthatnálak most is, de nem most, majd egy kicsit később. Féj. Majd amikor arra kerül a sor, adok neked fegyvert, hogy legyen esélyed, de azért féj. Tehát ez volt Comic 95 pályája a letűnt civilizáció nyomában. A kézikönyv óvjon. Yeah.